Sziasztok! Aki személyesen ismer, az tudja rólam, hogy a velem kapcsolatos negatív kritikákat hogy szoktam lereagálni. Megmosolygom, vállat vonok, aztán pár perc múlva már el is felejtem, hogy miről is volt szó. Ilyen indítatásból soha nem bizonygattam senkinek semmit. Egyszerűen nem érdekel. Most viszont úgy érzem, hogy a következő bizonyítási eljárást mégiscsak le kell folytatnom. A sztori a következő. A legutóbbi motivációs videómban, linkje a leírásban, végrehajtottam 1 órán belül 100 húzózkodást, 100 tolockodást, 200 fekvőtámaszt és 200 gugolást. 10 körre bontottam, körönként 5 húzózkodás, 20 fekvőtámasz, 20 gugolás, 5 húzózkodás, 10 tolockodás. A videó elején elmondtam, hogy a hosszabb pihenőket ki fogom vágni, hogy ne legyen túl hosszú és unalmas az anyag, viszont kiírom minden kör befejeztével az aktuális részidőt. Hát erre közli velem kommentben egy tisztelt sporttársam, aki úgy szint youtuberkedik, hogy elárulták az árnyékok változásai a videó közben, hogy kivagdostam a pihenőket. Tehát először azt hittem, hogy poénkodik. És bizonyára csúsztattam az időket, mert közben a kamera látó mezejéből is időnként kiléptem, és hogy ő ekkora blamaságot soha nem követne el. Mintha nem mondtam volna el a videó elején, hogy mi lesz. Hát ezért én most nyomozati szakból vizsgálati szakba továbbítom az ügyet. És hogy támadhatatlan legyen a bizonyítási eljárás, tisztelt sporttársam célzásokba burkolt követelésének eleget téve vágatlanul veszem fel ugyanazt az edzést. Persze közben kényesen ügyelve rá, hogy ne lépjek ki a kamera látóteréből, és hogy folyamatosan látható legyen közben ez a jópofa kis fali óra, ami 12-ről vagy 0-ról fog indulni. És annyit még elmondok, ez eddig kimaradt, hogy guggolásnál azért nem tudom leszorítani a sarkam teljesen, mert egyáltalán nem tudom leszorítani, mert 6 éve volt egy bokatörésem, amikor is egy az egybe így letört a lábfeje, gyakorlatilag a jobb lábfejem letört. Több órás műtéttel legozták össze, igaz, hogy a fémeket 10 hónap után kiszedettem, mert egyébként mondták adakik, hogy soha ne szedessem ki, annak ott kell. Azzal lesz a legjobb, ha ott maradnak, de hát én úgy voltam vele, ha már egyszer összefort a csont, akkor a fémeknek ott nincs keresnivalója, mert minek? De attól függetlenül, hogy kiszedettem, ugye a visszamaradt belső hegesedés miatt csak ilyen max 80–90%-os a bokám, jobb bokám mozgástartománya. Hát ahhoz képest nem is rossz, hogy azt mondták, örökre bicegni fogok, hogy soha nem fogom tudni normálisan használni, hát ennek ellenére azért fél évvel a törés után még a rögzítő fémekkel megcsináltam az eplényi Spartan Supert, de na mindegy, ennyit a bokáról, meg az ilyen Spartan nem tudom milyen dolgokról. És amit még szoktak kérdezni, 182 centi vagyok, 100 kg és 48 éves, hát mostanában 49, ha Isten is úgy akarja persze. És most utcu neki. Stopper indul. a true champion. I'm a true champion. I'm a true champion. I'm a true champion. I'm a fucking bandit. Understand it. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, I'm a fucking bandit. Understand it, fly, go! And fly, go! And fly, go! 45 perc, 19 másodperc alatt megvolt a torna. A bizonyítási eljárást ezennel befejezetnek tekintem. Köszönöm a figyelmet, és ha valaki kedvet kapott ez alapján, a kis bemutató alapján egy kis kültéri edzésre, akkor mindenkinek jó edzést kívánok. Sziasztok!